Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Itt vagyunk Szófiában, Bulgária fővárosában, ahová egy nemzetközi konferenciára érkeztünk. Testvérpártunk a Bolgár Újjászületés nevű párt meghívására. Az Újjászületés nevű pártról annyit érdemes tudni, hogy a bolgár parlamentben jelenleg 37 képviselőjük van, és egy dinamikusan fejlődő pártról van szó, ami nagyon hasonló életpályát járt be, mint a mi hazánk. Ugye a pártnak az elnöke Kosztadin Kosztadinov úgy is nyilatkozott, hogy egymás tükörképei vagyunk. A nemzetközi konferencia témája pedig a tradicionális Európa előtt álló kihívások. A konferencián előadást fogok tartani. Az ilyen nemzetközi konferenciák nagyszerű alkalmat biztosítanak arra, hogy tovább erősítsük és építsük a külpolitikai kapcsolatainkat. Az itt megjelenő országok, kelet-európai és közép-európai országok képviselőivel is tovább fogjuk mélyíteni a kapcsolatainkat, illetve a Bolgár Újjászületés párt vezetőjével, Kosztadin Kosztadinovval is arra fogunk törekedni, hogy megvizsgáljuk, milyen lehetőségeink vannak az együttműködésünk még magasabb szintre emelésére. Ugye jövő évben fontos választások elé nézünk, gondolok itt az európai parlamenti választásokra, ahol remélhetőleg beérik munkánk, küzdelmünk gyümölcse, és létrejön az új Európai Szövetség. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, a nevem Kispalkó Szilveszter, és a Magyarországi Mi Hazánk párt tagja vagyok, a témám pedig Közép- és Kelet-Európa népeinek politikai és metapolitikai kihívásai lesznek. Topolyáról, szeretett szülőföldemről és otthonomból indulva érkeztem ide Szófiába, és a 4-5 órás autóút alatt volt alkalmam elgondolkozni azon, hogy népeinknek, országainknak mennyi-mennyi küzdelmen, szenvedésen, viszontagságon kellett átmennie, mennyi megpróbáltatás formálta a népeink karakterét a történelem folyamán. Amikor megpróbáltatásokról és szenvedésekről beszélünk, általában mindig egy negatív érzés szokott ehhez társulni. És ez érthető, hiszen akit szeretünk, és mi nagyon szeretjük népeinket, nem akarjuk, hogy szenvedjen, azonban eszembe jutott a mondás, az Isten megpróbálja sajátjait. Ez azt jelenti, hogy nem azok az igazán szerencsések, akik komoly erőfeszítés nélkül élik az életüket, hanem azok, akik igenis részük van a megpróbáltatásokból, amiből épülni tudnak. És ezért én ezúttal inkább hálát éreztem a megpróbáltatásokért, amelyben a magyarság és Kelet-Európa átment, ugyanis ez a rendkívül különleges és harcokban és próbákban gazdag hősies múlt biztosította népeinknek azt a karaktert, amivel jelenleg rendelkeznek, és amely karakter védő pajsként véd minket sok jelenkori nyugati eredetű ideológiai jellegű betegséggel szemben. Ez az a különleges karakter, amely által birtokolva az elmúlt 1000 év tudását, most itt állunk egymás mellett, és nagyon hasonlóan érzékeljük és látjuk a világot, és készek vagyunk arra, csak úgy, ahogy harcos felmenőink, mi is síkra szálljunk az értékeinkért, és megvívjuk azt a csatát, amit a történelem ura a mi generációnkra mért ki. De miben áll ez a küzdelem? Mi ellen és mi mellett kell a 21. században síkra szállnunk? 30 évvel ezelőtt az amerikai erőközponttal működő liberalizmus ellenfél nélkül maradt a Földön. És szinte nem maradt olyan hely a Földön, melyre ne tudta volna valamilyen formában ráerőltetni az akaratát. Mindenhol gyarmatosították más országok kormányait, gyarmatosították a gazdaságukat, és megpróbálták gyarmatosítani az utolsó védvonalat, a kultúrájukat is. Az amerikanizmus káros kulturális befolyására utalva fogalmazza meg a híres orosz filozófus Alexander Dugin azt, hogy miért és merre is vezet valójában a liberalizmus útja.
Az út, amelyre az emberiség a modern korban lépett, pontosan a liberalizmushoz és Isten, a hagyomány, a közösség, a nemzet, a birodalmak és a királyságok elutasításához vezetett. Egy ilyen út teljesen logikusan járható be. Miután elhatározta, hogy felszabadítja magát mindattól, ami az embert kordában tartja, a modern kor embere elérte logikai csúcspontját, a szemünk láttára szabadul fel önmagától. A világliberalizmus és a globalizáció logikája a posztmodern felbomlás és virtualitás szakadékába ránt minket. A fiataljaink már fél lábbal benne vannak. A liberális globalizmus kódjait hatékonyan, tudattalan szinten vezetik be. A szokások, a reklámok, a csillogás, a technológia, a média és hírességek révén. Már a szokásos jelenséggé vált az identitás elvesztése, és már nem csak a nemzeti vagy kulturális identitásról van szó, hanem még a szexuális, sőt hamarosan az emberi identitásról is. Isten útjai azonban kifürkészhetetlenek. Ez az egyeduralom és az, hogy nem kellett komoly megpróbáltatásokon keresztül mennie, valamint saját eszméi sokat ártottak a liberális erőközpontnak. A jólét és a kényelem eltávolította a realitástól, és túlburjánzásnak indult. E túlburjánzás terméke a BLM, az LMBTQ, a woke ideológia, ami mára nem csak Amerikát, de Nyugat-Európát is megfertőzte. Kelet-Európa azonban még ellenáll ennek, mert mi ellenállunk. Ma Amerikában a leghaladóbb gondolkodás örve alatt ledöntik, meggyalázzák és megtagadják alapító atyáik szobrait és emlékét. És egy olyan elnyomó rendszert építettek ki, amely immár nem csak a világ többi, de a saját népét is elnyomja. Megvan azonban írva a Szentírásban, ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország. Így tehát isteni törvényszerűség, hogy azok az országok, melyek nem hűek a tradícióikhoz, nem hűek a saját eredet mítoszukhoz, nem őrzik meg megbecsüléssel az örökséget, amit atyáik, felmenőik rájuk hagytak, sőt szembefordulnak vele, megtagadják, elárulják azt, azok nem lehetnek erősek, azok meg fognak gyengülni. Így jutottunk el az egypólusú világrendből a többpólusú világrendbe, és e folyamatnak még messze nincs vége. Ahogyan a nyugati befolyás kudarcot vallott és kivonult Afganisztánból, úgy csökken a befolyása a Közel-Keleten és Kelet-Európában is. Nekünk, Kelet-Európa népeinek fel kell készülnünk az új helyzetre. És itt már nem csak arról beszélünk, hogy mi az, ami ellen küzdenünk kell, hanem arról is, hogy mi az, ami mellett ki kell állnunk. Először is, a mi identitásunk nem alkutárgya. Szilárdan kiállunk a vallásunkért, a nemzetünkért, a családunkért és mindazon örökségért, amit felmenőink ránk hagytak. Tovább fogjuk adni gyermekeinknek, unokáinknak. Ez a gerincünk, bármit hozzon a sors, ez tartott meg minket évszázadokon át ezernyi nehézség közepette. Noha érzékeljük a nyomást a nyugat felől, hogy ezt feladjuk, de nincs bennünk hajlandóság ezt elcserélni mentális zavarokra, nem átalakító műtétekre, depresszióra, drogokra, bogárevésre, vagy éppen futballpályán térdepelésekre. Az örökségünket nem csak a földjeink, hegyeink és völgyeink, folyóink és vizeink, pompás városaink és meghitt falvaink képezik, hanem az a kulturális, történelmi és vallási örökség is, amiről szintén nem szabad megfeledkeznünk. Alapvetően három fő veszély azonosítható, ami a politikai síkot illeti, három nagy tendenciával kell szembeszállnunk. Ezek a globalista, totalitárius diktatúra irányába mutató intézkedések, az LMBTQ ideológia és a bevándorlás. Szembe kell szállnunk a globalista, totalitárius intézkedésekkel. Már számos terv látott napvilágot, ami arra irányul, hogy az egész világot egy globális kormány alatt egyesítsék ebben az új világrendben. Azonban nem csak a nemzetek, nemzetállamok szabadsága lenne végképp eltörölve, hanem egy a kínai társadalmi pontrendszerhez hasonló diktatúra az emberek személyes szintjéig is lehatolva korlátozná mindenki szabadságát. Ahogyan Klaus Schwab azt megfogalmazta, nem lesz semmid és boldog leszel.
Észre kell vennünk, amikor a Covidot vagy más ürügyet felhasználva, egy állítólagos biztonságra hivatkozva korlátozzák az emberek szabadságát. Emberhez méltó jövőt kell biztosítanunk a jövő generációinak. Második pont alatt pedig az LMBTQ ideológiáról beszélünk. Meg kell védenünk a gyermekeinket az LMBTQ ideológiával szemben. A világ legerősebb lobbija nem a jog egyenlőséget akarja elérni, és azt, hogy minden szexuális orientáció el legyen fogadva, hanem most már kifejezetten a gyermekeket vette célba. Magyarország noha rendelkezik gyermekvédelmi törvénnyel, amely legalábbis a szavak szintjén tiltja az ilyen lobby tevékenységet az óvodákban, iskolákban, azonban bűnös hiba, hogy semmilyen szankciót nem fogalmaz meg a törvény a kihágással szemben. Tehát a gyakorlatban ezek az NGO-k továbbra is szabadon közvetíthetik káros ideológiájukat a gyermekek felé, érzékenyíthetnek és megpróbálhatják hálójukat az ifjúságra kivetni. Nem fog bántódásuk esni emiatt. Dóró Dóra, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője ezért szimbolikus figyelemfelhívó gesztusként ledarálta azt a meséskönyvet, amellyel a soros NGO-k magyarországi aktivistái a gyermekeket akarták érzékenyíteni. Harmadik pont, a migráció. A bevándorlást meg kell állítanunk. Széles körben ismert, hogy pártunk elnökének, Torockai Lászlónak kezdeményezésére Magyarország kerítést húzott fel a déli határán, azért, hogy megállítsa vagy elassítsa az illegális migráció százezeres nagyságrendű hullámait. Én nem messze lakom a határtól, tehát azt hiszem, hiteles képet tudok mondani arról, hogyan mennek a dolgok a határnál. A migránsok éppen ezekben a percekben is százával lépik át illegálisan a magyar-szerb határt. Az igazság az, hogy nincs olyan illegális bevándorló, aki ne érné el a célországot. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy mivel nincs kellő létszámú rendőr és határőr a kerítés aktív védelmére, a migránsok egy-két létre segítségével könnyedén átmásznak, és GPS segítségével könnyen megtalálják az ember csempészt, akivel gyakorlatilag órákon belül eljuthatnak Németországba, vagy ahová csak szeretnének, Nyugat-Európában. Ha ez így megy tovább, Európának, ahogy azt ma ismerjük, rövid időn belül vége lesz. Már most is olyan világ fogad minket Párizsban, Londonban, Berlinben, Brüsszelben, ami néhány évtizeddel ezelőtt teljesen abszurdnak tűnt volna. Az őshonos franciák és németek és más nyugatiaknak már menekülniük kell e világ elől. És gyakran itt Kelet-Európában találnak és fognak menedéket találni. Ne felejtsük el, hogy Afrika lakossága 1,2 milliárd fő és dinamikusan növekszik. Dél-Ázsia népessége szintén dinamikusan növekszik, tehát még mindig a folyamat elején tartunk. Az illegális bevándorlók ma még jellemzően Nyugat-Európába akarnak eljutni, de ez nem lesz így a végtelenségig. Nyugat-Európa hamarosan teljesen megtellik, és akkor majd Kelet-Európa válik a céllá az illegális bevándorlók számára. Mi vagyunk a következők, a mi országaink következnek. Fontos tisztáznunk, hogy az illegális bevándorlás nem egy humanitárius kérdés, mint ahogyan azt némely politikai erők próbálják velünk elhitetni, hanem az egyik legkomolyabb nemzetstratégiai kérdés, ugyanis ha egy nemzet nem képes kontrollálni a határait, akkor demográfiai okokból a saját jövőjére sem lesz képes befolyással bírni. A kelet-európai nemzetállamoknak ragaszkodniuk kell a határok kontrollálása feletti jogukhoz, de igazán hatékonyan csak közösen lehetséges fellépnünk, hiszen a probléma is közös. Olyan Európát kell felépítenünk, amely nem letöri és feloldani kívánja a nemzeti sajátosságokat, mint a jelenlegi liberális Európai Unió, hanem éppen ellenkezőleg több, tradícióhoz hű és erős karakterrel rendelkező nemzetállamnak kell összefognia, oly módon, hogy ezek ereje nem egymással szemben, hanem egymást is védelmezve a világpolitika romboló erőivel szemben vetessenek be. Végezetül szeretném megfogalmazni mozgalmunk alapítójának és elnökének, Torockai Lászlónak a vízióját az északi civilizációról, mint politikai szövetségről. Ez Európa legnyugatibb kelta eredetű népeitől egészen Japánig magába foglalna minden nagymúltú népet. E népek teremtették a nagy birodalmakat és kultúrát a történelem során,
És éppen ezek a népek vannak most több oldalról támadás alatt olyannyira, hogyha a mi generációnk nem ismeri fel, ha mi nem ismerjük fel a valódi ellenséget, és nem cselekszünk megfelelőképpen, akkor ezek a népek a mi népeinkkel együtt végleg el fognak bukni. Ebben a szövetségben minden nemzetnek és nemzeti sajátosságnak helye van, a kultúrák sokféleségét meg kell őrizni, és egy olyan szövetségre kell lépni egymással, amely minden nemzet gyarapodására szolgál. Köszönöm. Ето сега е този глобален исторически момент, в който ако ние сме на нивото на ситуацията, ако ние сме на нивото на историческите предизвикателства, сега ние ще яхнем колелото на историята. Ще управляваме нашите държави, ще управляваме нашия континент, ще направим така, че Европа ще се възроди. Ако не го направим, колелото на историята ще мине през нас. Защото беше казано преди малко от господин Кешпалко, но да го нашироко, вие предполагам го чухте, за сегашните демографски реалности, за натиска, за това, което той каза много точно, че след Западна Европа следващите сме ние. Защото няма да останат острови, които да не са заляти от този прилив. Той не е прилив, това е цунами. И всичко това нещо, дали ще стане или не, зависи само единствено от нас. Затова е нашата роля, сегашната историческа, толкова силна и толкова важна. Защото ако ние сега решим да се дръпнем леко или да се опитваме да влизаме в преговори, да говорим, да се договаряме, нали, както обича да правят американците, с врага не се договаряш. Вълкът се убива. Не сядаш, не се опитваш да го опитумиш. Просто убиваш врага. Това е положението. Това мога да ви кажа аз. Most véget ért a nemzetközi konferencia itt Szófiában. A különböző országok megjelent képviselői elmondhatták az őket érintő problémákat, és megállapíthatjuk, hogy nagy részt azonos problémákkal küzdenek ők is. Így egyértelművé vált előttünk, hogy közösen kell küzdenünk, ezért egyértelmű, hogy új európai szövetséget kell létrehoznunk.